Köszöntöm Önöket, ez itt a Jó Zsaru, Rossz Zsaru. Ceglédi Zoltánnal és Lakner Zoltánnal elemezzük a hét legfontosabb történéseit, csebegünk ezekről, szervusztok. Hello. Én most megleptek titeket, és egy idézettel érkeztem, nem tudom, hogy ezt láthattok esetleg. Lovasi András nyilatkozta ezt ma, idézem. Remélem megérem a bukásukat, nem egy választási vereségre gondolok, hanem hogy a nagy mű, a NER alaptörvényestől, holdudvarostól, mindenestől úgy megy a kukába, mint nemrég az alaptörvény szerzője. A végén azoknak se lesz jó, akik a hab tetején vannak, mert ezekben a rendszerekben mindenhol rossz, pont mint a pokolban. Na hát, ha végig gondoljuk a NER rendszerét, ezen a héten szerintetek mi volt a legfontosabb, legfelháborítóbb, vagy legmegdöbbentőbb történés? Figyelj, ezt én összevonom egybe, és akkor Müller Cecília, amint éppen elbukik az ECD-jel alapfokú vizsgán. Tehát ez az a tény, hogy ez a néni, akire rá lenne bízva a vírus megfékezés és emberéletek megmentése, ez nem tudja, a válasz mindenkinek gombot nem ismeri. És ugye a Hatházi Ákosnak válaszolt a kérdésére, illetve válaszolt az ő hivatal a Hatházi Ákos kérdésére, hogy miért nem válaszolnak az ő kérdésére, és erre ugye Müller Cecília a hivatalnak akart írni, de Hatházi Ákosnak is elküldte, hogy más módon kellett volna nem válaszolni a kérdésére. És hogy elképzelem, hogy azt hazudjuk magunknak, meg ők azt hazudják nekünk, hogy Müller Cecília állítja meg a koronavírust. Miközben ez a hölgy, ez egy olyan, mint a Szomszédok egyik közepesen tehetséges szereplője, aki az ABC-ben vásárolgató nénit alakít. Borzalmas. Hagy kérdezek gyorsan akkor erre, és utána te is mondhatod a saját témádat, de hogy igazából mi történt tulajdonképpen, ha megvizsgáljuk. Ugye az, hogy cégeknél belső levelezésekben hogyan fogalmazunk, legyünk őszinték, elég sok cégnek lenne kellemetlen, hogyha azok kikerülnének. Tehát belső levelezésekben lazábban szoktunk fogalmazni. Itt csak ennyi történt, vagy azért tényleg valójában rámutatott arra, hogy hogyan működik ez a rendszer, hogy mennyire veszik semmibe azt, hogyha közérdekű adatokat akarunk meghallgatni. Hát igen, ugye itt ez a probléma egyfelől, tehát ugye egy országgyűlési képviselő fordult egy közérdekű kérdésben, tudomásunk szerint nem is titkos dolog kapcsán, a népegészségügyi központhoz, és ugye ez a véletlenül Hatházihoz kiszaladt levél, ez arról tanúskodott, hogy minden körülmények között szerették volna elkerülni azt, hogy válaszolni kelljen egy országgyűlési képviselőnek, így sem jogszerű az egész, amúgy, tehát, hogy itt nem azt a törvényes határidőt idézték be, ami egyébként egy országgyűlési képviselőnek adott válasz esetében érvényes lett volna. Tehát az egész valóban egy ilyen állatorvosolóval annak, hogy hogyan nem akar tájékoztatni a kormány egy alapvető fontosságú ügyben, ugye az egész oltási tervvel kapcsolatos felhajtás, majd erről fogunk szerintem beszélni ma, ez azért egy nagyon kritikus pont, mert hát egy csomó mindennel tisztában kellene lennünk állampolgárként ahhoz, hogy ebben a nagyon bizonytalan helyzetben legalább arra föl tudjunk készülni, amire föl lehet készülni. Így is rengeteg bizonytalan pont van, de hogyha még a tájékoztatást is megtagadják tőlünk, ki tudja miért, azért mert nincs mit elmondani. Ez nagyon fontos. Ebben az esetben ugye végképp a sötétben tapogatózunk, és nagyon nehéz elvárni az állampolgártól, hogy igazodjon olyan szabályokhoz, amelyeknek a létrehozásába, vagy egyáltalán a fönnállásába be se avatják. Tudod, milyen ez? Ez olyan egyébként, mert szerintem nem tudják, egy csomó minden hát szerintem igen, nem tudnak. Gondolom. Szerintem ez olyan egyébként, mint a természeti népek megkérik a sámánt, hogy nagy a szárazság, kezdjen el dobolni. És akkor látjuk ezeket a szereplőket, hogy ott állnak az emberek, hogy na jó, most már dobol, ugye, kiállt a kaspó mögé Müller Cecília és dobol, hát ha jó, hogy jön ezt, és látod az arcán az aggodalmat, hogy remélem esni fog. Egyfelől van egy járványkezelés, és teljesen ettől függetlenül van a járvány, és a kettő nem tud találkozni egymással. És milyen érdekes, hogy elméletileg a járványhelyzetről beszélgetünk, közben az egész olyan mérhetetlenül átpolitizált. Tudjátok, hogy én például ma éjszaka mitől nem tudtam aludni? Az a gondolat gyötört engemet, hogy mi változhatott meg tavasz óta. Mi volt tavasszal? Talán május 3, az volt a pontos dátum. Május 3-án tetőzni fog a járvány. Tetőzött. Most meg mit látunk? Először hallottunk Gulyás Gergelytől egy márciusi, a nyitásra mondta, hogy márciusban lehet majd nyitni, utána a miniszterelnök azt mondta, hogy áprilisban lehet majd nyitni, majd legutóbb Áder János azt mondta, hogy májusban lehet majd nyitni, tehát 3 hónapra nem tudom megmondani, tavasszal egy napra megmondtunk valamit. Van egy negyedik is, mert ugye Orbán Viktor a
pénteki interjújában meg azt mondta, hogy május végére érhetünk el akkor átoltottságot, ami reményt ad arra, hogy ezt meg azt csináljuk. Tehát, hogy az egy nagyon fontos dolog, és az Olival egyébként pont erről beszélgettünk nemrég, hogy ezek a számok, ezek nem biztos, hogy keletkeznek. Ezeknek a számoknak egy részét lehet, hogy létrehozzák, és ugye átpolitizálásról beszélünk, az a nagyon fontos, hogy érdekes módon akkor ugranak meg, most éppen, amikor az ellenzék először, mióta kitört a járvány, olyan húrokat kezd el pengetni, hogy nem biztos, hogy mindent, és mindent így kéne bezárni, mint most. Jó, de te most adatok meghamisítására célzol. Én azt állítom, hogy ahogy Müller Cecília nem feltétlenül van birtokában mindenféle informatikai képességnek, úgy valószínűleg egy csomó adatot sem tudnak, és az, amit velünk közölnek, az nem biztos, hogy egy létező adat. Az lehet, hogy egy csinált dolog. Megfogalmazom ezt más módon. Nem, szóval, hogyha az ember megnézi mondjuk azt, hogy a munkanélküliségi adatokat, azt hiszem a júniusokat, talán novemberben vagy decemberben sikerült közzétenni, vagy megnézed azt, hogy milyen gazdasági prognózisok forogtak az elmúlt, hát most már egy évben, vagy megnézed azt, hogy milyen válaszokat kapnak, vagy nem kapnak azok, akik rákérdeztek a járvány kezdetén arra, hogy akkor most miért nincsen területi bontása ezeknek a járványügyi adatoknak, vagy miért nem lehet hozzáférni, tehát mélyebb elemzésre alkalmas számsorokhoz, akkor ezekkel kapcsolatban mindig falakba ütköztek azok, akik újságírók, ellenzéki politikusok erre megpróbáltak rákérdezni. Tehát ha pusztán csak annyit mondunk, hogy van egy olyan bizalmatlanság, ami a kormány adatszolgáltatási nem hajlandóságából keletkezett, akkor ezzel olyan nagyon sokat nem mondunk el. Nyilván az, hogy romlanak az adatok, persze tudjuk, itt van a brit mutáns, erről tudjuk, hogy bent van Magyarországon. Ennek van realitása, azt gondolom, hogy ettől akár romolhatnak is az adatok. Most ilyenkor persze az ember visszaemlékszik az egy évvel ezelőttire, akkor, amikor meg az volt a kormány érdeke, hogy csak a március 4-i első esetet jelentse be, és ne a február 27-i első esetet, mert hogy az illett bele a politikai narratívába. Tehát ezeket a gyanakvásokat, mert hogy ugye a március 4-i esetek volt azok a bizonyos iráni egyetemisták, akiket megvádolták, és az illett bele a kormány mondani valójában, hogy ezt behurcolták, miközben a február 27-i eset az meg nem ilyen volt, az nem illett bele. Na szóval, hogy ezek azok a dolgok, amelyek hát legalábbis a bizalmatlanságot megalapozzák, és mondom, borzasztó fontos lenne tisztán látni ezekben az ügyekben. Leegyszerűsítem a kérdést, hogy ha jól értelmezem, akkor igazából ti teljes egészében nem hiszitek el ezeket a járványadatokat? Én értem, nem mondtam, nem szó nincs erről. Én viszont, azt állítom, hogy ezek a járványadatok, ezek nem azonosak azzal, ami Magyarországon a tény. És ezt nagyon egyszerűen meg tudom indokolni. Maguk a kormánytól különböző távolságra lévő szakértők mondanak teljesen mást. Megint a héten kiderült, hogy Merkeli professzor szerint Magyarországon már 4 millió ember átesett a fertőzésen. Ha ez így van, akkor csak töredékét sikerült eddig megtalálnunk ezeknek az embereknek, és a sötétben tapogatózunk az iránt is egyébként, hogy kit kéne beoltani, mivel és milyen szándékok mentén. Ugye a másik, ami érdekes a tekintetben, és ehhez kapcsolódik, ugye az Gulyás Gergelynek az oltási igazolványos ötlete. Legutóbbi kormányinfón Gulyás Gergely bejelentette, hogy jó, akkor most már tényleg lesz oltási igazolás. Lesz egy igazolvány. Amit azt fogja igazolni, hogy téged beoltottak, vagy elmentél teszteltetni saját pénzen, és ott kaptál egy papírt arról, hogy van ellenanyag a véredben, vagy kórházban voltál koronavírus miatt, és akkor onnan kiengedtek téged, és kapsz egy ilyen igazolást. Amit nem mondott meg, hogy ez mire lesz jó. Tehát, hogy itt vannak az emberek, várnák, hogy valami történjen, várnának egy kormányzást, és ez nem most keletkezett. Én ezért vagyok bizalmatlan. Mint az Oli mondott a munkanélküliség adatokról, azt én az elmúlt 10 évben mindenre le tudom vetíteni. A kormányzás az teljesen független attól egyébként, hogy mi a valóság. Tehát látunk plakátokat Soros György ellen küzdeni, látunk összeesküvés elméleteket Brüsszellel kapcsolatban, de hogy egyébként mi történik a munkaerőpiacon, mi történik az iparral, meg egy csomó dologgal, ez ettől teljesen független. És szerintem a járványt is így nem kezelik, és én ezért nem hiszem el ezeket az adatokat. Én azt állítom, hogy ebben a járványban egy csomó mindent nem tudunk a valóságról. Ugye az oltási igazolvánnyal kapcsolatban is rengeteg dolgot nem tudunk. Tehát ugye, amit felvetette, nem tudjuk, mire szolgál majd, meg mondjuk konkrétan nem tudjuk azt, hogy mennyi időre szól majd. Tehát egyetlen egy esetben, amikor valaki ugye ezt az antitestes tesztet elvégezteti magán, hogy valaha átesette, azt mondják, hogy az
négy hónapra szól majd. De ugye a többi típusú, amit kapok, az milyen hosszú időre szól. Hát itt az a baj, hogy egy nagyon nagy problémáról beszélünk. Tehát elképesztő, hogy milyen hatása a világjárványnak, ez teljesen egyértelmű. És nagyon-nagyon fontos lenne, hogy higgyünk az oltásokban, higgyünk a kormányzati kommunikációban, de valóban olyan dolgok történnek a kormányzati kommunikációban, hogy tényleg sokszor megkérdőjeleződik, hogy mit lehet elhinni, és mit nem. Ugye az oltás igazolvánnyal az van szerintem, hogy egyrészt ezzel minden országban vitatkoznak, most ha csak Európát nézzük, tehát azért azt mondjuk el, hogy ez sehol nincsen igazából kitalálva, hogy ez egészen pontosan meddig fog szólni, és milyen jogosítványokat fog azoknak adni, akik ezt megkapják. Szerintem helyes az az álláspont, én ezt a TASZ-nak a jogászától, társaság, a szabadsági jogért jogászától hallottam, én ezzel tudok azonosulni, hogy itt ugye nem plusz jogokról van szó, hanem arról van szó, hogy aki már megkapta az oltást, az visszakaphassa a normál jogait, a társas érintkezéshez fűződő jogait, de ez nem jelentheti azt, hogy akinek nincsen oltási igazolvány, az nem szállhat föl a buszra, vagy a villamosra nyilvánvaló módon. Van egy pár dolog, amit szerintem konkrétan... Bocsánat, csak egy pillanat. Igen? Nem szállhat fel a buszra, villamosra, hogy mondom, hogy ezt nem jelentheti. Ezt nem jelentheti, így van. De most mi például egy kávézóban ülünk? Egy kávézó tulajdonos, vagy az alkalmazott, a felszolgáló, hogy aki nyilván nem hivatali személy, ő megkérheti, majd megkérdezheti az ajtóban valakitől, hogy van egy ilyen igazolványa. Hát annyi mindent nem tudunk. Hát annyi mindent nem tudunk. Most az igazság, hogy mondjam, én majd talán fogunk beszélni arról, hogy csinálunk, meg hogy nem csinálunk szakpolitikát. Szóval én együtt tudnék élni azzal, hogyha azt mondjuk, hogy ez a dolog ez ilyen ötletelési fázisban van, és hogyha azt érzékelném, hogy a kormány konzultál széles körben jogi szakértőkkel, hogy tekintetbe vegye például azt, hogy meddig védenek a vakcinák, vagy gondolunk-e arról valamit, kell ehhez érvényességi idő, hogy mit kezdjünk egyébként a szabadságjogokkal, hogy hogyan ne legyen diszkriminatív egy ilyen jogalkotás. Nekem ezzel nem lenne problémám. Nekem ugye az a gondom, hogy szerintem ezt lényegében hetente bejelentik, ezt az oltási igazolványt. Mindig van valamilyen információ erről, ugyanúgy, hogy hány embert fognak majd beoltani. Lényegében minden nap mondanak valami eltérő adatot, szóval szerintem ez ugye arról szól, ez a cselekvés látszata, ez az állandó benyomáskeltés, ez ami minden nap hozunk valami fantasztikusan nagy döntést, igaz, hogy másnap valami teljesen ellentétes dolgot fogunk róla mondani. Szerintem én azt állítom, hogy ez növeli a bizonytalanságot. Én nem gondolom, hogy ma tudhatjuk azt, hogy egészen pontosan hogy néz neki egy ilyen oltási igazolvány, mondjuk az elgondolkoztatta az én számomra, hogy ennek egy plastikkártyának kell lenni 2021-ben, mert hogy hát egy csomó minden ugye nem papír, meg plastikkártya alapon zajlik már Magyarországon sem. Valamit tudhatnánk arról, hogy ez hogyan fog összekapcsolódni olyan egészségügyi adatokkal, amelyek egyébként hozzáférhetőek, amelyeket jogosan kezel az állam velünk kapcsolatban, hogy ehhez kell egy külön kártya ebben az esetben, és igen, akkor ott jön az a kérdés, hogy akkor most ez hogyan fog zajlani, tehát ha én le akarok ülni mondjuk egy nem műsort csinálni, hanem kávét inni egy kávézóba, akkor majd vajon fölhatalmazva lesz a hely tulajdonosa, vagy a felszolgáló, vagy nem tudom kicsoda, hogy engem igazoltasson. Vagy te a felszolgálót egyébként, hogy ugye igen, neki van-e kártya. Szóval, hogy ez hogyan fog zajlani, hát erről és sem... És tényleg milyen jó, amit hát igen, és hogy akkor innentől kezdve nem egészen pontosan tudom, hogy mit jelentett be a miniszterelnökséget vezető miniszter. Mondom még egyszer ezt úgy, hogy én nem is gondolom, hogy ez az ötlet készen lehetne, csak akkor miért nem arról beszélnek, hogy ezen és ezen gondolkodunk, és miért úgy adják elő, mintha valójában ez az ötlet megszületett volna, mert nem született meg. Van egy nagyon régi szokásunk az Olival, hogy ebben az országban van három ember, aki pártprogramokat olvas, harmadikkal nem találkoztunk még. Igen, a harmadikkal nem találkoztunk még. Biztos ő írja. Igen, vagy a nyomdász, akinek muszáj. De hogy ugye ez egy sokkal mélyebb problémára világít rá, oltási igazolvánnyal, adatokkal, kommunikáció, stb. Jenesül, hogy a politikával kapcsolatban van egy olyan félreértés, hogy ott ugyanazt kell csinálni, mint amit mi itt csinálunk, hogy leülünk és beszélgetünk, és mindenféle médiaképes tartalmakat állítunk elő. Miközben a politikába belépő az kéne, hogy legyen, hogy valakinek van egy konkrét elképzelése arról, hogy mit akar tenni ezzel az országgal, ezzel a kontinenssel, világgal, amire hatása lehet, és amikor felelősséghez jut,
akár így, akár úgy, akár kormánypárti, akár ellenzékire közjogilag releváns pozícióban, akkor ennek megfelelően kezd el működni, amit a programjába leírt. Ehhez képest ugye Magyarország minden nap nulláról kezdi újra, és improvizálja az összes szakpolitikát. Nem tudod megmondani, hogy mi lesz a járványkezeléssel, az egészségügyel, de a felső oktatással sem. Tehát egy csomó olyan téma van, ami alapvetően meghatározná az életünket, és azt se tudod megmondani, hogy az, amit most Stumpf András elkezd csinálni, Stumpf István elkezd csinálni, pláne, Stumpf István elkezd csinálni, hogy ehhez képest, hogyha ő ezt nem tudja folytatni 2022-től, mert jön az ellenzék, akkor az ellenzéki szivárványkoalíció az milyen felsőoktatást csinálna. Még az se, hogy mi lenne, ahogy lenne például a tandíj, vagy sem. Lenne benne magántőke, még azt se tudod megmondani. Csak annyi, hogy azt mondod, hogy minden nap újra kezdik. Igen, ez egy fontos. Én meg ezzel nem azt látom, hogy minden nap újra kezdik, vagy legalábbis persze Zoltán. Újra és újra bedobnak valami ötletet, hogy tényleg látszódjon, hogy mi nagyon cselekvőképes kormány vagyunk, de egy állandóan nem azért szerintem tagadhatatlan, hogy van, az, hogy háború van. A felsőoktatás terén is abszolút háborús a retorika, a járvánnyal kapcsolatban is háborús. Nem tudnék olyan területet mondani, ahol nem ilyen ez háborús retorika érvényesül. Ez egy politikai narratíva, ez egy politizálási stílus. Ennek ahhoz semmi köze nincsen, hogy hogyan kormányzunk és mit csinálunk adott területeken. Ahhoz nincs, de ahhoz igen, hogy ez mennyire tetszik az embereknek, és az emberek egy részének nyilvánvalóan ez nagyon imponál, hogy egy rettetesen erős, határozott, harcias miniszterelnökünk van. Kétségtelen, egyébként hozzáteszem, szerintem a politizálás arról is szól, vagy kellene, hogy szóljon, tehát például mondjuk ellenzéki politikusok megpróbálhatnák arra rávenni az embereket, hogy próbálják máshogy nézni a politikát, tehát hogy lehet, hogy nem az a jó politikus, aki a leghangosabban tud kiabálni, vagy aki a legtöbb ellenséget meg tudja nevezni, hanem másfajta igényeink is lehetnének, sőt szerintem kellenének, hogy legyenek a politikusokkal szemben, amit a felsőoktatás illeti, azért mondtam, hogy megnyomta a piros gombot a Zoli, részben a rövid emlékezettel, részben a felsőoktatásra kapcsolatban. Szerintem mert ez nekem egy mániám, ez a rövid közéleti emlékezet. Ugye most a felsőoktatással kapcsolatban röpköd ez az 1500 milliárd forint, hogy ez milyen hatalmas összeg, és hát erre egy olyan szakértőt kellett visszahívni, mint Stumpf István. És hogy az ember, szóval tényleg én néha elcsodálkozom azon, hogy mennyire csont nélkül tudnak átmenni kormányzati magyarázatok úgy, hogy több mint 10 év tapasztalatunk van arról, hogy mindez hogyan működik. Az 1500 milliárdról hadd mondjak annyit, hogy volt olyan, 10 évvel ezelőtt volt, borzasztó, ha az ember a saját életkorára gondol, hogy 10 évvel ezelőtt voltak a Szél-Kálmán tervek. A Szél-Kálmán tervekben évi 300 milliárd forinttal csökkentették az állam hozzájárulását a felsőoktatáshoz. Kicsit leegyszerűsítve mondom, 10 év alatt 3000 milliárd mínusz csináltak a felsőoktatásban. Most 6 év alatt visszaraknak EU-s pénzből 1500 milliárdot. Szóval azért mielőtt itt szenté avatjuk azokat, akik most zsákba hozzák a pénzt, kicsit ezen érdemes lenne elgondolkodni. A másik, hogy ugye... Hát szenté azért nem avatjuk őket, mert ugye volt hozzá egyfajta zsarolás. Vagy... Hogyne. Hát ugye legalábbis ugye a zsarolásnak... kancellárok, ha már Szegeden vagyunk, ugye Rovó László rektor azt mondta, és egyébként minden rektor ezt mondja, hogy azért van szükség a állami narratívában modellváltásnak nevezett, ez egy annyira szép szó mindent elken. Egyébként, na mindegy, tehát azért van szükség a modellváltásra, mert akkor kap majd az egyetem több pénzt. Mondjuk majd egyébként Stumpf István megérkezik Szegedre, és sikerült megkérdeznünk őt, hogy árulja már el úgy egyébként, by the way, hogy ez tényleg igaz, hogy akkor kap több pénzt egy egyetem, hogyha megcsinálja a modellváltást? Mondta, hogy ez nem igaz, mindenkinek ugyanúgy jár a pénz. Na most akkor mi van? Improvizálás egyébként. Improvizálás, mivel hogy erre nem válaszolhatta nyíltan azt, hogy persze, akkor nem adunk pénzt. De hát ugye itt jön a másik probléma, egyébként a szegedi eset azért nagyon érdekes, szerintem hát aki ilyen nagyon, nagyon mazohista hírfogyasztó megnézte azt a 10 perces videót arról, hogy hogyan zajlott a szavazás. Tényleg hadd mondjam ezt el, mert nem akkor a dicsőség, én kari tanácsi tag voltam elég sokáig. Az ELTE Társadalomtudományi Karán szenátusban nem ültem, szóval, hogy amikor, de azért ilyen szavazásokon meg tárgyalásokon részt vettem, és szóval amikor azzal jött Rovó László, hogy már 3,5 órája tárgyaltunk, és hogy elfáradtunk, és Szajbéli Mihály azért nem kapott a végén szót, mert hogy hát ez egy milyen hosszú procedúra. Ugye az ember azért nem szeretett legfőképpen kari tanácsi tag sem lenni, mert teljesen normális volt, hogy 3-4 órán keresztül zajlik egy ilyen ülés. Tehát, hogy erre nem lehet hivatkozni, hogy azért esett a szét a végén minden, meg arra sem lehet hivatkozni, hogy 3-4 óra alatt egy egyetem, egy tudományegyetem modellváltását végig lehet tárgyalni. És ez a legfőbb kifogásom, például Stumpf István
szerepvállalása kapcsán is, hogy hát valaki, ő tudja, hogy kell szakpolitikát csinálni, és tudja, hogy nem így. Stopp István megjelenésében egyébként sokan hisznek, tehát több professzor hát is azt mondja, hogy, ez az, ami hogy ő talán egyébként még lehet az a személy a Fidesz részéről, aki egyfajta garanciát jelentett arra, hogy nem úthengerszerűen megy végbe. Ezt de az mondják, érintettek. Ugye, hát erről beszélünk. Mert már végig ment. Ez legyen már világos, hogy tényleg tehát ennyire nem lehetünk amnéziásak. Most ugye a Rovó Lászlót említette, csak tényleg egy rövid dolog, hogy azt szeretném kérni Rovó Lászlótól, hogy most le van zárva a Dél-Tirol, ne menjünk sielni. Most nagyon-nagyon fölpattantak a koronaszámok. Tehát, hogy ezt egyszer már megjárta, nem fér bele. Kettő, személyekről szólva. Szóval, hogy Stumpf István vonatkozó ellenzéki rehabilitációját én azért rühellem nagyon, mert állandóan megtalálja magának ez a közvélemény, az ellenzéki közvéleménye az emberarcú fideszest. Ó, ő biztos nem olyan. Azt látjuk benne. De könyörgök, hát Stumpf István volt a legelső fideszes kancellária miniszter. Stumpf István találta ki jelentős részben azt a Fideszt, amit most szenvedünk, ő hozott. Ez olyan, mint Navracsics Tibor, aki fél évente ad egy interjút, amiben a sorok között elrejt valamit, ami nincs is ott igazából, hogy azért nem teljesen jó a Fidesz. És ezért mindenki elalértül, hogy jaj, a Navracsics Tibor volt az, mondom ezt most a legelszántabb ellenzéki DK-soknak, akinek kifejezett feladata volt a Semmény Zsolta a párban, hogy Gyurcsány Ferenc kormányát ne hagyja működni, hogy a parlamentbe őket hagyták ott, a kivonulók, hogy csinálják ki. Navracsics Tibor volt az, aki ezt a közjogi rendszert megteremtette, aki miniszterelnök helyettes volt Orbán Viktor mellett, és létrehozta azt a mostani demokráciának egyáltalán nem nevezhető berendezkedést. Stumpf Istvánnak sem más a dolga, mint az, hogy bár kedvesen mosolyogva, meg meghivatkozva az egyébként semmire nem vezető alkotmánybírósági tevékenységét, hogy ott micsoda forradalmár volt, én is lennék szívesen. Forradalmár nem volt, mondjuk egy jobbféle alkotmánybíró volt. Ezt értem, csak ez de nem ennyi. Alap ahhoz, hát hogy azt mondjam, hogy ő fogja most megcsinálni azt a felsőoktatást, ami nem olyan lesz, mint amilyennek Orbán Viktor akarja. Pont olyan lesz. Egyébként valahol vicces, hogy igen, valóban Navracsics meg Lázár is, illetve Stumpf kerülnek elő, tehát ha az ember kormánybiztosi posztot tölt be, az már lényegében az ellenállás részének tekinthető. Dupla kormánybiztos most már. Hát ott is, a kormányban is megvan a jó zsarú leosztás egyébként. Hát igen, van egy politológus kolléga, Balázs Zoltán, ő egy kutató, egyébként van fideszes politikai szerepvállalás is, tehát ennyiből nagyon érdekes az ő Fideszről szóló elemzés, ő azt írta le egy Fideszről szóló tanulmányban, hogy a Fidesznek nem politikusai vannak, hanem arcai. És ez nagyon fontos lenne érteni, hogy ezek szerepek, és nem azt állítom, hogy minden előre le van osztva egy mesterterv mentén, de az éppen aktuális funkció betöltésére alkalmas szemét, azt elő lehet venni, egy óriási garnitúrával tud dolgozni, egy egyébként hatalomtechnikusként nyilván kiválóan funkcionáló miniszterelnök. Erre a szerepre Stumpf István alkalmas lehet, és tényleg látod, tényleg átment az értelmezés, hogy majd ő fogja lefékezni azt az úthengert, aminek egyébként a nyomában jár. És ezt a Fidesz egyébként abban nagyon jó, legyen ez egy kvázi dicséret, hogy tök jól tud adaptálódni, nagyon jól tud alkalmazkodni, és ha van egy helyzet, akkor kiderül, hogy tényleg Fregoliból le lehet akasztani teljesen más szereplőket. Igen, akkor tud alkalmazkodni, hogy ezt mind elhiszik. Hát arra gondolok, hogy szükség volt arra, hogy a lényegében a teljes kormányt lecserélje a járvány alatt Orbán Viktor, és hiába volt neki egy emberi erőforrás minisztere Kásler Miklós. Kásler Miklós az békeidőben volt arra számva, hogy azt tudja mondani, hogy akkor most az új nemzeti alaptanterv, a takaróféle ügyek, azok lesznek itt, mert most meg összerakjuk Mátyás királyt. Ehhez képest, amikor baj van, akkor kiderül. Igen, tehát Kásler Miklós most Mátyás király csontjainak összerakásával foglalatoskodik. Pintér Sándor foglalatoskodik a kórházakkal. Hú, most nem is tudom hirtelen ébert. Nagyon kevés olyan tudsz mondani, amivel nem Pintér Sándor foglalkozik. Egyébként igen, de az való igaz, hogy a rendszerváltás óta Orbán Viktor az első olyan miniszterelnökünk, figyeljük meg, aki úgy váltotta rá a teljes kormányát, hogy egyébként személycseréket nem hajtott végre. Igen, csak össze-vissza kavart, hogy kinek mi a szakterülete. Kinek mi a dolga. De hát egyébként, amikor effektíve hoz be új szereplőket, akkor is azt látjuk, hogy tudja, hogy mit kell csinálni. Tehát Varga Judit, mint igazságügyi miniszter, ugye ő az első nálamnál fiatalabb igazságügyi miniszter, aki teljesen máshova céloz. Elkezdett behozni nőket, elkezdett behozni fiatalokat, mert azt érzi,
érzékelte, hogy van egy jellemző, a Momentum felől jött kihívás, meg azt érzékelte, hogy olyan miniszterekre van szüksége, akik mondjuk Európában, Brüsszelben tudnak úgymond vitézkedni. Egy csomó dolgot teljesen átalakított, miközben nem az az érzésünk, hogy ő napról napra cserélgetni a kormánynak a szereplőit. Tehát csak a biztos kormányzat látszatát kelti ezzel, hogy nincsenek kormányválságok, nincsenek nagy minisztercserék. Igen, ebben van valami, nincsenek gyakori ilyen hatalmas hullámokat verő kormány átalakítások, mint egy jó kis MSZP-SZDSZ koalíció van. Hát hiszen nincsen hatalmas MSZP-SZDSZ kormányok, de ebben voltak sokkal gyengébbek. Hát igen, de másfél meg ugye nincs is belső ellenség. Most ugye ez is egy olyan kérdés, hogy mit tekintünk a politika feladatának. Én őszintén szóval örülnék egy olyan országnak, ahol az a legnagyobb problémánk, hogy összevesznek egymással a koalíciós pártok, hidd el, országok remekül elműködnek. Kormányválságokkal, meg különböző koalíciós villongásokkal. Hát azért Magyarországon ez nem így volt. Tehát, hogy nálunk, amikor kormánypártok összevesztek egymással, az annak általában elég komoly következménye volt. Az már inkább tünet volt, szerintem nem a probléma. Nem abból adottak a problémák, miközben Magyarország ugye meg azzal dicsekszik, hogy nekünk egy stabil politikai rendszerünk van, ezt mondjuk nagyon szereti Orbán Viktor Kínában elmondani, hogy nekik is és nekünk is nagyon stabil a politikai rendszerünk, és hát persze a stabilitás nagyon lényeges, de nem attól lesz egy ország stabil, hogy állandóan ugyanannak az embernek a kezében van a hatalom, és ő osztogat belőle valamennyit a körülötte kerengőknek. A ringben, boxolóként a legstabilabb pozíció az, amikor kiütöttek és fekszel a földön. A magyar demokráciával is ez történt egyébként, hogy tényleg nem kell attól félni, hogy alkotmányos válságba keveredünk, mert bármikor Orbán Viktor kezében ott a távirányító, hogy akkor a 10. alaptörvénymódosítást is megcsinálja. Nevetünk, de most nagyon keményet mondtál. Tehát több gránitszilárdságú, de nem úgy, ahogy ezt szoktuk érteni. Tehát tényleg úgymond működik a kormányzati rendszer nagyon szilárdan, csak pont ettől riasztó, hogy ennyire szilárd. Hát ez egyetlen embernél van a távirányító. Hát ezen nincs nagyon mit eltúlozni, az a helyzet, ráadásul ugye most a felhatalmazási törvények sorozatával, meg a egészségügyi válsághelyzettel, most azt hiszem így hívják, hát tulajdonképpen meghosszabbítottak, ki tudja meddig, egy olyan időszakot, amikor a kormánynak még a saját kétharmados többségére sincs szüksége a parlamentben, tehát rendeletalkotással lényegében bármikor a nyilvánosság teljes kizárása mellett dönteni lehet bármiről, és meg is teszik. Hát olyan rendelet cunami van, hogy ember legyen a talpán, aki ezt követni képes, és ennek nincs, tényleg nem az oka, mert hogy nem bíznának a saját 133 bátor emberükben, hanem az, hogy így teljesen ki lehet zárni a nyilvánosságot a döntéshozatali folyamatban. Vonjuk el valami konklúziót, még mielőtt majd... Igen, szeretném, egy végső konklúziót mindenképpen. Hogy ugye eddig volt azért egy miniszterelnökünk, akit tényleg, ha nem is mondom, hogy daliás, mert azt a jelzett, mert nem használnám rá feltétlenül, de hadvezérként, nagyon határozott férfiként irányította az országot, és aztán azért a járványkezelés kapcsán most egyre többeknek vannak kérdése, hogy ezt jól kezelje, mindenkinek elege van a bezárásokból. Szerintem sokan azt sem értik joggal, józan, paraszti logika. A járványdöntéseket vagy a járványadatok számai alapján hozom meg, vagy a drága jó nemzeti konzultáció alapján. De az, hogy az emberek elmondják a véleményeket arról, hogy szerintük most nagy a járvány vagy nem, tehát e között nincsen összefüggés, tehát ebben nem kell agysebésznek lenni ahhoz, hogy ebbe belegondoljunk. Szóval az az én kérdésem, hogy szerintetek összességében véve Orbán Viktor nagyon erős, határozott, aki mindent tud, mindent ért, mindenre tudja a megoldást, az ő képéhez a járványhelyzet mit tesz hozzá, vagy mit veszel, rontotta az ő pozícióján? Szerintem roncsolta a kormány pozícióját, ami az elmúlt egy évben történt. Tehát ezek a részben az általunk is jelzett bizonytalanságok, bármint hogy amit a mi életünkben okoz pluszban a járványon és a válságon kívül bizonytalanságot a kormány, az ehhez hozzájárul. Válsághelyzetben általában nem szoktak nagyon hasítani a kormányok, és szerintem azért az látszódik, hogy a kormány igyekszik egyre inkább olyan területekre, tehát tulajdonképpen virtuális területekre átterelni a politizálásnak a mezejét. Tehát olyan ügyekben vitézkedik a leginkább, amelyek nincsenek. Lásd a Sorossal való birkózás tavaly ősszel a vétó kapcsán. Tehát szóval, hogy Soros György írt egy cikket. Szóval ez volt a hatalmas szembefordulása vagy szembenállása a kormánnyal. Az nyilván egy kérdés, és ezt szerintem ma senki nem tudja, a nem tudásunk igen széles tárházából, ez az egyik dolog, hogy mikor fog vissza élénkülni a gazdaság, illetve hogy azt megelőzően az átoltottság az mikor ér el egy meghatározóan magas szintet. Állhatnak össze úgy a dolgok a kormány számára, és szerintem az ellenzék számára ez a legkomolyabb
veszély, ha tetszik, hogy hát pont akkor lendül esetleg újra föl a gazdaság, amikor belemegyünk a 2022-es választási kampányban, és valójában ugye az ellenzéki stratégiának az egy ilyen fontos eleme lehetne, hogy hát addig is mit csinál, addig is mit mond a társadalomnak, addig is, ameddig nyitottabbá válnak az emberek más üzenetekre is, mert elbizonytalanodtak a kormányt illetően. Most nem az elkötelezett ellenzékiekről beszélek, mert ők nyilván alig várják, hogy szavazhassanak ellene. Szóval, hogy addig mit mondanak a többi embernek azzal kapcsolatosan, hogy az ellenzék miért tudná ezt az egészet jobban csinálni? Nekem erre lenne válaszom, és akkor a konklúzió másik felét meg én mondom. Azt mondja, Zolinak is volt válaszom. Csak azt mondom, hogy az ellenzék feladatait illetően. Mert szerintem Orbán Viktorral valóban az történt, hogy beszorult egy bizonyos pozícióba, és ehhez képest van egy vákum, ahova bejöhetne az ellenzék. Ez a vegyük újra komolyan a kereteket, vegyük újra komolyan a megnevezéseket, pártprogrammal, kormányzással, konzultációval akár. Orbán Viktor valójában nem kérdezi meg az embereket. Az ellenzéknek lenne lehetősége arra, hogy valódi társadalmi igényeket transponáljon, kanalizáljon, tegye a politikája részévé, nem pedig megpróbáljon kiszolgálni valamit, amiről ő maga se tudja, hogy így van-e vagy sem, és sokkal inkább az úgynevezett kiábrándult fideszes szavazóra hajtana, ami meg nem nagyon létezik. Én azt tartanám fontosnak, hogy ebbe az irányba menjenek el, és hogyha az ellenzék ezzel foglalkozik, akkor nem kell egy ilyen temetkezési vállalkozóként lesben állnia a kampányban, hogy majd abból épít kampányt, hogy az Orbán Viktor rosszul kezeli a járványt, és erre rá tud mutatni, hanem ennél többet tud mondani, hogy miért lenne jó, hogyha ő kormányozna. Na, ellenzék, nagyon jó végszót adtál meg. Ugye a szeged.hu-n kérdezhettek tőletek az emberek egész héten. Nagyon-nagyon sok kérdés érkezett egyébként, rettenetesen nehéz volt belőle választani, de felteszem az egyik legkegyetlenebbet. Nem olyan értelemben kegyetlen, csak azt hiszem, hogy ezt Mónika küldte ezt a kérdést. Nagyon-nagyon határozott választ vár. Szerintem kit tartanának alkalmas jelöltnek az előválasztáson? Mint miniszterelnök? Nyilván itt az ellenzéki miniszterelnök jelöltről van szó. Nem lehet mellé beszélni? Na? Mondjuk, hogy mondjam, de most mellé beszélünk egy kicsit. Nem, majd azt akarom nem mondani, majd az Zoli nem, de szóval, hogy nem, én értem a kérdésben rejlő nagyon-nagyon erős szándékot, csak ugye ilyenkor mindig az a benyomásom, hogy megpróbálják az elemzőkre átnyomni azt a felelősséget, ami a politikusoké. Én egy újság szerkesztőségét vezetem, ugye mi hetente szembesülünk azzal, hogy potenciális miniszterelnök jelölteknek egy jelentős része az gyakorlatilag elugrik az ilyen fölkérdezések elől, tehát alig lehet őket utolérni, amikor ez a téma szóba jön, és innentől kezdve azért, hogy mondjam, nehéz ránk nyomni azt, hogy mi kit tartanánk alkalmasnak. Én azt tartanám jónak egyébként, hogyha lenne egy olyan ellenzéki politikai garnitúra, amely alkalmas volna arra, hogy az adott helyzetre vonatkozóan egy adott stratégiára és mondani valóra alkalmas személyekkel rendelkezne. Tehát például, hogyha én azt akarom főként üzenni, hogy gazdasági válság van, és ezt rosszul kezeli a kormány, akkor ezzel ebben a témában hiteles miniszterelnök jelölttel kell rendelkeznem. Ha nem ezt akarom mondani, hanem mondjuk egy részben mást akarok mondani, és az a fő üzenetem, hogy Orbán rendszer leváltás és demokratikus forradalom, ezek nem ellentmondó üzenetek, csak máshol van a hangsúly, akkor hozzá egy más típusú ember kell. Én ezt a fajta megközelítést nem. Ma nem tudnál egy nevet mondani, hogy legalább elméletben te kit tartanál a legalkalmasabbnak, vagy kihozhatná a legtöbb szavazatot az ellenzék neveket. Azért nem tudok erre igazán jól válaszolni, mert ez ugye az is hozzátartozik, hogy kinek mekkora a támogatottsága. Én szerintem az sincs eldöntve, hogy a miniszterelnök jelöltet olyan embernek szánják-e az ellenzékben, aki az ellenzék vezetője, vagy azért lesz valaki miniszterelnök jelölt, mert nem az ellenzék vezetője. És a tényleges politikai vezetők azok beküldenek valakit, aki. Ja, tehát, hogy politikán kívüli emberre gondolsz? Nem, ennél rosszabbat gondolok, tehát, hogy mit? Direkt egy gyenge embert. Hogy értsük meg, mi is, hogy mire gondolsz? Direkt egy gyenge embert megválasztanak miniszterelnök jelöltnek azért, hogy a politika csináló személyeknek a befolyását ne zavarja. Te ezt érted? Én abszolút értem, persze. Hát láttunk már erre példát egyébként. Bizonyos szempont... Vezető vagy Stroman, akkor így mondom. Szerintem ez nincs eldöntve. De egy Strómannal, egy nem erős emberrel nem lehet választást nyerni. De lehetne választást nyerni, meg utána országot irányítani, két teljesen különböző dolog. 2002-ben azért Megyesi Péter volt a miniszterelnök jelölt, és nem Kovács László, mert Kovács László erős volt a pártban, de nem volt a párt szavazótáborán túlnyúló elérése. Megyesi Péternek volt, ezért minimális különbséggel, de nyert. Viszont nem tudta vezetni a kormányát.
És ez egy alapvető probléma volt, ezért bukott meg félúton. Ugye egy miniszterelnök kapcsán ugye három fontos eleme van az idoneitásnak, az alkalmasságnak, megválasztható-e, tehát hogy a kampányban hogyan teljesít, hogyan kormányoz, effektíve hogyan működteti a kormányát, és azt hogyan mutatja be a nyilvánosságban. Az MSZP-nek, illetve a mostani ellenzéki pártoknak olyan miniszterelnökei voltak, Hongyan volt az utolsó, aki mind a hármat tudta egyébként, de azóta olyan miniszterelnökei voltak, abban háromból egyet-kettőt tudtak birtokolni inkább. Tehát volt szóvivő típusú miniszterelnök, volt házmester típusú miniszterelnök, volt kampányarc, tehát sokféle volt. A három ritkán állt össze egyetlen személyben. Most annyival lenne egyszerűbb a helyzet, hogy mivel mindenki egybe van, egy wildlingben van összeöntve az összes ellenzéki párt, ezért a miniszterelnök profilját könnyebb kiegészíteni máshonnan, de én nem kertelek ez ügyben, én azt gondolom, hogy tehát, hogyha Bajnai Gordonnak a felesége megengedi végre, akkor el kéne indulnia szerintem az előválasztáson. Tehát azt mondod, hogy Bajnai Gordonnak kellene indulnia? Szerintem ő lenne az ellenpontja Orbán Viktornak, igen. Mert ő tudja azt mondani, hogy sikeresen... Nem is mérik. Annyira nem tartják számon. Szerintem a jelenlegi miniszterelnök, potenciális miniszterelnök jelöltek egy részét, az a baj, hogy mérik, és látjuk, igen, hogy nagyon nem lenne jó. És pontos ezért nem mondanak semmit. Igen, és egy másik fel ezeknek a mondjuk így jelölteknek, meg azért, őket meg azért nem mérik, mert az föl sem merül, hogy ő egyáltalán alkalmas lenne valóban erre a feladatra. Mindenki ezen utóbbi kategóriával egyébként egy vesztes csatára készül. Mert azt gondolja, hogy az elvonulás után is ő neki elég lesz az, amit, igen, amit kaphat. Hát, ez a mérés is olyan dolog, hogy persze azt mérik, aki, ugye az is kérdés, hogy hogy mérik, tehát úgy mennek oda a választópolgárhoz, hogy szabadon mondhat egy nevet, vagy egy listával megy oda. Ha listával megy oda a közvéleménykutató, akkor az miért van? Azért, mert a kutatói, nem tudom, konszenzus az, hogy ezt a négy nevet kell fölírni, vagy azért, mert nagyon gyakran, és ebben semmi rossz nincs, egy párt rendel meg egy kutatást, és egy párt konkrétan valakinek az esélyeire kíváncsi, és mellé tesznek még néhány szerintük riválisnak számító politikus. Szóval ez, hogy mérik, nem mérik, szóval ez nem az égből hullik alá, hogy kit mérnek, vagy kit nem mérnek. Hát ez egy tudatos döntésnek a kérdés, de hogy ki szerepel a valamit tisztázunk gyorsan, mert a drága jó, mondjuk azt a nézőinknek egy része, aki ellenzéki érzelmű, akkor most azonnal kardjába dör itt a minket hallgatva. Hogy miért mondtad, hogy vesztes csatára készülnek? Én azt látom, hogy jelenleg az ellenzéki szereplők egy jó részének annak tök jó biznisz ellenzékben lenni. Nem mondd, hogy még mindig itt tartunk. Én azt látom, hogy egy jó pár szereplőnél itt tartunk. Ugye? Ezért vagy te a rozsarú. A NER a következő opciót ajánlja föl ellenzéki politikusoknak, képviselőknek. Minden évben tök jó megemeljük a fizetésedet, a pártalapítványod állami támogatását, a frakció pénzedet, itt 100 milliókról beszélünk. Egy dolgot kell tenned, ne tegyél semmit. Azok az országgyűlési képviselők, akiknek a nevét sem tudod, azok hazaviszik a milliós fizetést úgy, hogy másfél napot dolgoznak hetente békeidőben is, hát most meg a pandémia idején meg még kevesebbet. Uh-huh. Amint bármit csinál, akkor Kövér László rögtön elveszi a fizetését. Tehát ez a kockacukor és korbács leosztás. És ezért aztán van egy kontraszelekció, mert nagyon magas a belépési küszöb a politikába, nagyon nehéz bent maradni úgy, hogyha aktív és tisztességes vagy. És ugyanakkor meg azoknak kedvez ez ellenzéki oldalon, akik így szépen el vannak a langyos iszabban, esetleg még vannak mindenféle bizniszeik is emellett, és azért tudják működtetni. Mindig csak egy mondat ez. Én mindig azt szoktam kérni a emberektől, akik ezt nem hiszik el nekem, hogy kezdjék el felsorolni az általuk ismert ellenzéki országgyűlési képviselőket. Ez jó játék. Ebben sok jó igazság van. Én azt gondolom másfelől, hogy... Szóval ez a magatartás sajnos meghatározta nagyon sokáig és nagyon széles körben, vagy meg az ellenzéknek a működését. Én azt mondanám, hogy nagyon sok időt elvesztegettünk ezzel. Tehát például szerintem azért nincsen ilyen széles ellenzéki politikai garnitúra, mert ez 7-8 évig nagyon kevés embert érdekelt valójában. Most az a helyzet szerintem, hogy csak erre muszáj reagálnom, hogy ez, hogy a József is elmondja, hogy ha nem is egy ilyen nagy belső felismerésből, de egyszerűen a helyzetből. Azt szoktam mondani, a 18 április és 19 októberre összevetése az mindenkinek ott van a fejében, és szerintem az, hogy legyen együttműködés, és hogy célozzanak meg a korábbinál a jobb eredményt, a győzelemre hasonlító eredményt. Győzelemhez hasonlító eredmény. Ez egy nagyon komoly. Ezt tudod milyen? Vagy győzöl, vagy nem? Tehát nem nagyon van köztes állapot. A politika elmélet picit bonyolultabb, bocsánat.
Igen, szóval ebben az ügyben most nagyon komoly nyomás van az ellenzéki politikusokon. Sokkal nagyobb esélyük van, bármilyen statisztikát nézünk, mint az elmúlt években bármikor. Tehát és ez tény és való, pontosan ezért én valójában ezt nyomásként értelmezem rajtuk, tehát ennyiből én szerintem a 22-es választásnak ebből a szempontból valóban sokkal nagyobb lesz a tétje, ez csak a kardba dőlésre vonatkozóan mondtam. Csak az az állításunk, és ebben szerintem egyetértünk az Olival, hogy ez önmagában még nem kampány és nem program, és hogy ez egy olyan lépcső, amire föl kellett lépni, de ott még van néhány. Oké. Ígérjétek meg, hogy egyetlen egy összetett mondattal fogtok válaszolni erre a kérdésre, de mivel a legnagyobb úr a néző, és nem hagyhatjuk figyelmen kívül az ő akaratát, a hozzánk érkezett 40 kérdésben nem fogjátok elhinni. Legalább 6-an egymástól függetlenül a következőt kérdezték. Úgy látszik, hogy ők sem találják a saját maguk legszeretettebb politikusát, ugyanis azt kérdezték tőletek, hogy vállalnátok-e állami tisztséget az ellenzék 2022-es győzelme esetén egy általatok támogatott párt felkérésére. Tehát nem háttérpolitikai tanácsadás, nem, hanem konkrét kormányzati szerepet. Van olyan terület, amit jól meg tudnék oldani, igen. Melyik az? Majd a tárgyalások végén kiderül. Oké, Zoli. Nincs ilyen életcélom pillanatnyilag, de nagyon vicces, hogy épül fel a feltétel és a következmény. Nem, de egyelőre nincs ilyen ambícióm. Oké, nagyon köszönöm, hogy ma itt voltatok. Szerintem jót beszélgettünk, és remélem, hogy önök is élvezték az adásunkat. Mostantól kezdve minden hétvégén, szombat este 8 órakor láthatok minket a Józsaru Rozsaruban, Szeged Televízióban, Szeged TV Facebook oldalán, a mi Facebook oldalainkon, YouTube-on, szóval keressenek minket mindenhol. Köszönjük, hogy velünk voltak! A műsor helyszínét a Szegedi Dog Café biztosította. A műsorvezetőt a Mystic Days Szeged öltözteti.